összetalálkozik a két generáció, a bölcsesség és a fiatalos lendület, és ez reménységgel tölt el, hogy bizony ebből az ötletből hamarosan lesz valami, és Szekszárd ezáltal gazdagodni fog. Mondta Orbán Attila, a Tolnamegyei Közgyűlés alelnöke, utalva arra, hogy a pályázat megvalósításában több generáció elképzelései és energiája is találkozott. A Kálvária-domb átépítésének terve a tavasszal egy civil kezdeményezés hatására elindult kérdőív után vált közügyé, és karolta fel a szekszárdi önkormányzat mellett működő gazdasági kerekasztal. Kocsmár István, a testület vezetője, látva a beérkezett pályamunkákat azt mondta, minden esélye megvan annak, hogy 2-3 éven belül a kilátó kiemelkedő turisztikai célállomása lehessen a városnak. Jövőre mindenképpen jó volna egy tervezési tendert kiírni, és utána következő 2 évben megvalósítani a művet. Tehát, hogyha van egy kis szerencsénk, akkor, ha jó számom, most ugye 21-ben, 24 év végén ősszel minden szekszárd élvezheti a Kálváriának a megújult látványát. Hodosi László tervező azt mondta, minden előzetes várakozást felülmúló pályamunkák érkeztek. Én azt gondolom, hogy 2 olyan pályamű van, ami nem ugyanazt tartalmazza, mégis mind a 2 megvalósítható a helyszínen, úgyhogy az jó minőségben érdekesen tud elkészülni. Ez az elkövetkezendő idő szerintem, hogy el kell döntsön, hogy melyik irányba lépjen tovább a város, hogy ezt a projektet megvalósítsa. Az ötletgazda, ifjú Máté István annak az örömének adott hangot, hogy ma Szekszárdon egy egyéni kezdeményezésből társadalmasítani lehet kérdéseket, és ezen keresztül valósulhatnak meg a fejlődés szolgáló ügyek. Ez egy olyan város, ez egy olyan közeg, ahol csodákat lehet tenni azáltal, hogyha összefogunk. Én kicsit azt éreztem, hogy ez hiányzik, és jó érzés volt ötletgazdaként, kisemberként úgy elkezdeni egy projektet, hogy abba sokan lelkesen és önfeledten vágtak bele, tulajdonképpen sokan szabadidőt és energiát nem kímélve. Én ezért ötletgazdaként nagyon hálás vagyok. A TEF pályázatok az őszi szekszárdi fesztivál során a Vármegyeház udvarán tekinthetőek meg. Ezt követően a gazdasági kerekasztal a városi közgyűlés elé tárja a megvalósításra ajánlott pályamunkákat.